Dabas Békés 24-24. Ilyen mérkőzésre számított? Teljesen, tehát tudtuk jó, hogy ilyen parás hangulatú, végsőkig kiélezett mérkőzés lesz. Ez benne volt ugye a levegőben, tehát ez egy igazi rangadó, annak megfelelő szintű hozzáállás mind a két csapat részéről, keménység, azt gondolom a színvonallal sem volt semmi probléma. Igazából a kezünkben volt a mérkőzés, kicsit csalódottak vagyunk az miatt, hogy csak egy pont lett, de a második fél idő közepén azt hiszem, hogy már 4-gyel is vezetett a Békés, a végén persze nekünk át jobban a zászló. Itt kicsit csalódott most az ember, de hogyha higgadtan végig gondolja az egészet, azért ez egy megérdemelt döntetlen, és ez a döntetlen nekünk azért jobb, mint a Békésnek, mert hogy az egymás elleni eredményünk így jobb. Annyi változás van, hogy az utolsó 4 meccsünkből 3-at meg kell nyerni ahhoz, hogy a állított célunkat elérjük, a második helyet, nem pedig csak 2-t. Ennyi változott. És mi kellett volna a győzelemhez? Hát igazából most, hogyha nagyon lesarkítanánk a dolgot, akkor a végén ugye 2 zicsert is lőttünk az utolsó 15 másodpercben, azt kellett volna belőni, nem ilyen egyszerű. Hogy ezt most konkrétan, itt 3 dolgot kértem a játékosoktól, egy részt, hogy tudtuk nagyon jó, hogy a Békés nagyon keményen fog védekezni. Én azt kértem a játékosoktól, hogy ezt a keménységet mi is vegyük fel, mi is nekünk, tehát ez az alapvető dolog, hogy egy jó kapus teljesítményre akkor számíthatunk, hogyha nagyon agresszív, kemény védekezést fogunk nyújtani végig 60 percen keresztül, úgy, mint ahogy ez a Békéstől is ez volt várható. Ez így is volt, kiváló kapus teljesítmény mellette kiváló védekezés. Továbbá kértem a pontosságot, hogy az ittszerek tekintetében, és kértem azt, hogy ne járjunk úgy, mint a Cegléd meg a Gyöngyös mérkőzéseknél, hogy egy kicsit úgy puhányabban. Talán túlpörögtünk a mérkőzés elején, és sok teret hagytunk az ellenfélnek. Ebből 2 momentumot azért sikerült a csapatomnak megvalósítani. Itt az ittszerek így van, tehát azt gondolom, itt az utolsó részben legalább 6 ittszer kimaradt. Azokat belőjük, akkor biztosan nyerünk, de mondom, panaszra semmi okunk, elkeseredésre sem. Kicsit persze jobb lett volna 2 pont, mint az 1 pont. Ennek is örülünk. A sok 2 perc, illetve a piros lap mennyire volt igazságos? Igazából nem tudom, meg kell ezeket nézni. Én nem szeretek nagyon a játékvezetőkkel foglalkozni. Azt gondolom, hogy egy kicsit kizökkentett minket egy-két ítéletet. Ez tény és való, tehát ez a tény. Ott egy-két helyzetben nem értettem egy-két ítéletet, mint hogy a játékosaim sem. Viszont elég rosszul csináltunk, hogy a játékvezetőkkel foglalkoztunk ebben a szituációban. És aztán időt kértem, és megbeszéltük, hogy nem a játékvezetőkkel, nem szabad velük foglalkozni, higgadtan kell játszani saját játékunkat, akármi van. Nagyon nehéz ezt ebben ilyen kijelezett szituációban, ilyen hőfokú mérkőzésen ezt végig teljesíteni. De azt gondolom, sikerült is. És mondom, így jöttünk föl, mínusz 4 gólról, így is vettük át a vezetést, és lehetőségünk lett volna 2 gólos győzelemre is, sajnos így alakult. Az ifjúsági csapat hogyan szerepelt a mai napon? Nagyon örülök neki, 8 góllal sikerült megvenni egy olyan Békést, aki azt gondolom negyedik a tabellán, és egy kifejezetten jó játéka, nem csak Újvári Gergő, hanem mellette egy kiváló kapus teljesítmény is volt, szélen jól teljesítettek a srácok, és a védekezésünk is végig elég zárkozatos jó volt. Kifejezett jó játékkal magabiztos 8 gólos sikert arattunk. És milyen mérkőzések várnak még a csapatra? Még 4 mérkőzésünk van, abból 2-szer fogunk itthon és 2-szer idegenben játszani. Balassagyarmat ellen fogunk játszani jövő hét szombaton. Nagyon kemény mérkőzés lesz, tehát mindenféleképpen nyerni szeretnénk ott. Az egy komoly lépés lenne ahhoz, hogy a célunkat elérjük. Aztán a Törökszent Miklós fog hozzánk látogatni. Hát ott 1 góllal kikaptunk az őszi bajnokságon, tehát az is egy parás hangulatú jó meccs lesz szerintem, és megyünk Debrecenbe, illetve jön még hozzánk a Nyíregyháza. Ezek a tabella hátsó régióban szerepel ez a 2 csapat, attól függetlenül nem szabad őket lebecsülni ősszel, Debrecen ellen is, ugye hazai pályán 1 góllal sikerült csak győznünk, úgyhogy biztos vagyok benne, hogy ott is nagyon kemény mérkőzést fogunk játszani. Ebből a 4 meccsből az a cél, hogy 3-at valahogy megnyerjük, ha ez sikerülni fog, akkor az egész évben nagyon elégedettek lehetünk.